A Györfi István Katolikus Általános Iskola 1994 óta minden évben megrendezi a Györfi Napokat, melyet most a járványhelyzet miatt online módon követhetnek az érdeklődők. A rendezvény sorozatot nyitónapján, február 11-én, a neves tudós születésnapján a Múzeumparkban lévő szobornál Karcagváros vezetése nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő, az iskola nyugalmazott igazgatója, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Györfi István Katolikus Általános Iskola nevében Kovács Miklósné igazgató és a Györfi István Nagykun Múzeum munkatársai koszorúzással emlékeztek. A Györfi István Katolikus Általános Iskola József Attila úti épületében található Györfi szobrot pedig Pánti Ildikó, Kovács Miklósné, Gulyás Zsolt plébános, az iskola lelki vezetője és a diák önkormányzat képviselői koszorúzták meg ebből az alkalomból. A mai napon reggel 8 órakor koszorúzással kezdtünk a Múzeumparkban lévő Györfi szobornál, ahol a város vezetése, a múzeumnak a képviselete és az iskolának a vezetése helyezte el a megemlékezés koszorúját. Majd az iskolának az aulájában került sor koszorúzásra, a diák önkormányzat képviseletében és az iskola vezetése képviseletében. Közben a gyerekek Györfi István méltatását hallgatták meg, az egyik új pedagógusunknak a tolmácsolásában, hiszen hagyomány már az iskolában, hogy akik itt kezdenek, ők is megismerkednek Györfi István életével ezáltal, hogy méltatják a gyerekek előtt. Györfi István 1884. február 11-én született. Ősei a Parciumból költöztek a Nagykunságba. A jeles néprajztudós Györfi István 1884. február 11-én egy hasonlóan havas, hideg napon született, és Karcagon, és 1939. október 3-án elég fiatalon, 55 éves korában az íróasztala mellett érte a halál. A gyermekkorát Karcagon töltötte, az iskoláit Karcagon, Turkevén, Késmárkon, Kolozsváron és Budapesten végezte. Mondhatjuk azt, hogy az élet nevelte etnográfussá, hiszen már gyermekkorában megismerkedett a paraszti élettel, majd a vakációkban gyalog járta be fél Magyarországot, és ilyenkor nagyon sok ismerettel gazdagodott, megismerkedett az ott élő népek kultúrájával. Az egyetemen, a Budapesti Egyetemen ő volt az első néprajzi professzor, hiszen a tudománynak az egyik megteremtője is, a néprajztudománynak az egyik megteremtője is. Amikor volt karcagi tanárával, Bátki Zsigmonddal találkozott, az ő inspirálására indult el a néprajz útján, és így vált néprajztudóssá. Nem csak a Nagykunságot, hanem kutatta ezen kívül még a matyókat, kutatta a hajdúkat, aztán érdekelte a népművészet, a népi építészet, a népviselet, a népi hímzések, és ezen kívül még járt a csángók között, sőt, törökországi kutatásai is voltak. Élete végén viszont már a néprajzon kívül egyre inkább érdekelni kezdte nemzetének a sorsa és a jövendője. Nagy tervei voltak, hiszen segíteni akarta. Sajnos ebben korai halála megakadályozta. Nagy örökséget hagyott viszont ránk, amely örökségnek az ápolása, továbbvitele, megismerése a mi feladatunk itt az iskolában is, hiszen kiemelt figyelmet fordítunk erre.